A Veszprém elleni rangadóval folytatja a bajnokságot a Deac futsal csapata. Az egyetemi csapat holnap este a Desok csarnokban fogadja a riválist, amelyet egy hónapja világ és Európa bajnok spanyol edző irányít. Jó hangulatban telt a Deac edzése, a csapat győzelmekkel indította a novembert. A bajnoki tabella 9. helyén álló debreceniek a hónap elején 8-1-re nyertek a sereghajtó TFS-e otthonában, majd 3-0-ás különbséggel jutottak tovább a Magyar Kupában a másodosztályú Nyírség FC ellen. Most viszont már komolyabb feladatok várnak az együttesre. Egy héten belül 3 rangadót játszanak, összecsapnak a Veszprémmel, az MVFC-vel és a Haladással is. Szükségünk volt a győzelemre, mert az önbizalmukat vissza kellett nyerni. Szerencsére olyan csapatok ellen is játszottunk, ahol mi voltunk az esélyesebbek, és bízunk benne, hogy erre a kis nehéz 3 mérkőzésre kellő önbizalommal tudunk játszani, és akár bravúr pontokat szerezni. A következő ellenfél a Veszprém lesz. A bakonyiak a bajnoki döntőt tűzték ki célként, de egyelőre hullámzóan teljesítenek, a 7. helyen állnak a tabellán. A közelmúltban viszont edzőt váltottak, Fehér Zsolt helyére a játékosként világ és Európa bajnok spanyol szakember, Javi Rodriguez érkezett. Vele 3 meccsen 2 győzelem és 1 vereség a mérlegük. A Deac vezetőedzője Tihanyi Csaba azt mondta, nehéz meccsre számít, de alaposan kielemezték az ellenfelet. Merőben más csinálnak, mint az előző edzőnél, sokat változtattak, úgyhogy nehezebb most egy kicsit ezt kiismernem. Ugyanakkor olyan belögződések vannak még a játékosok fejében, amit az edző szerintem most jelenleg szeretne kitörölni, viszont ösztönből még sokszor benne van a játékosokban, ez zavart okozhat náluk. Erre próbálunk készülni. A mérkőzés pénteken este 19:30-kor kezdődik a Desok csarnokban.